People's Choice Award that everyone just voted on. And that winner is the Glitzen Top. Hát gyerek koromban hegedültem 10 éven át, és utána váltottam szaxofonra, tehát ennek már 30 éve körülbelül, és ezen a hangszeren körülbelül 3-4 éve játszom, mert 6 évvel ezelőtt kezdtük el a fejlesztését Terebesi Öt Tóbiás kollégámmal és barátommal, és 1-2 év után már használható hangszer volt arra, hogy el is kezdjek rajta gyakorolni, és akkor az elmúlt 3 évben már ezen játszom, mondjuk ezen is. Igazából mindig is érdekelt az, hogy miért pont olyanok ezek a mai hangszerek, amilyenek, mert lehetnének más milyenek is, csak ezek épp így alakultak ki, és hogy milyen hangszereket lehetne még csinálni a modern technológiával. Ezért volt nagyon öröm, amikor az első kísérletek után elkezdtem utánézni, hogy milyen előzményei lehetnek ennek a réses megoldásnak, és kiderült, hogy már Leonardónak is van egy ilyen rajza, ahol egy furuját rajzolt, ahol a lukak helyett egy rés volt bele rajzolva, és alá volt írva, hogy ha a lukak helyett egy rést alkalmazunk, akkor az ujjal lefogva bármilyen hangot intonálhatunk. Ez egy tárogató alapú hangszer, tehát fából van, és egy szimplonádas fúvó akával rendel. Kezik, viszont lukak helyett egy hosszú rés van a hangszernek a csövén, és ennek a résnek a két oldalán, illetve ennek a pántnak a belső oldalán mágnes van, egy ilyen mágnes fólia, és itt van egy kis gumirész, és hogyha ez így feszítve fölrakom erre a kakas nevű kis alkatrészre, akkor az olyan lesz, mint egy húr, és hogyha bárhol lefogom ezt bárhol lenyomom ezt a szíjat, akkor az a fölött zárja ezt a rést, és akkor ezért olyan magas hang jön létre, amilyen éppen, ahol éppen lefogom. Ismertem ezt a hangszerversenyt már egy pár évvel ezelőttről. Ez a verseny is alapvetően inkább a zene és a technológia viszonyára volt kiélezve, ezért is volt külön öröm, hogy egy ilyen teljesen akusztikus és mechanikus hangszerrel sikerült megnyerni az első díjat és a közönség díjat is. Igen, hát itt igazából én csak a koncepciót dolgoztam ki, és Terebesi Tóbiás, akivel egyébként ezt a hangszert is fejlesztettük. Ez egy mégis olyan, mint egy harangjáték, ahol alumínium hanglapokat ütnek meg pici elektromágnesek. És egyébként az idei ösztöndíjamnak is éppen az a témája, hogy ebből a zenegéből hogyan lehetne valami sokkal interaktívabb működést is előhozni, hogy ne csak azt játssza le, amit előre megmondunk neki, hanem esetleg ott valós időben is lehessen befolyásolni azt, hogy mit játszon, hogyan játszon, milyen gyorsan, milyen hangosan, ilyesmit. Glissonic név, ez valójában egy hangszer családot jelöl, aminek ez az első kidolgozott tagja a glissottár, vagy glissonic tárogató, de ezt majd reményeink szerint majd követi a furuja, a fuvola, a klarinét és egyéb verziók is.
Alrighty, the first place award, this goes to the Glissatar.